tudja ki a normális ember, akit nem ismerünk eléggé. Vagyok én olyan őrült, mint a többi szürrealista? Ez a technika, ez a számomra körülbelül olyan 40 éve létező dolog. Rájöttem arra, hogy a kevés festék a lemezen, nem vászlon, sima lemezen, az sokkal szebb, transzparensebb, áttetszőbb, fényáteresztőbb, és főként színesebb, szebb színeket hoz, mint a vastag réteg. Na most ennek következtében abból indultam ki, hogy a legjobb, hogyha minél több festéket távolítok el a meglévőből, mert a visszamaradott anyag lesz a legszebb hatása. Fölrakom, visszaszedem, beletörülök, megütögetem, esetleg ecsettel is visszamegyek, ahol szükséges, mélyítem az árnyékokat, illetve kaparással, egy félbevágott borotva pengének a hegyével visszaszedem a csúcs fényeket. Egy férfi a városból című kép. Tulajdonképpen egy sajátságos dolog, mert tusrajz és olajfestmény együtt. Ez. Itt is az a törölgetős dolog van jelen, plusz még egy tusrajz is beilleszkedik a képbe. Ahol le van törölve, ott előjön a fehér papír. Na most az a legszebb benne, ez a porcelános fehérség, és a lényege annak a szuggesztiónak, aminek meg kell valósulnia, a lényege az, hogy ezen a fehér, fényes alapon a festékek ilyen bársonyosan, lágyan, áttetszően jelennek meg. Egy hegedűs muzsikál egy hatszögletű oktaéderbe beépítve, ő az örök művész, aki minden körülmények között maradandó és mellőzött és senki által nem megközelíthető. A nagy kikötő. Az élet céljáról van szó, filozófiai értelemben, arról, hogy minek kellene megvalósulnia mindannyiunk életébe ahhoz, hogy révbe érjünk, kikötőbe érkezzünk, nyugalomnak, boldogságnak, humornak, iróniának, sőt, szörnyűségnek, lásd azt a fekete állatot, aki ott hever, sok mindennek kellene összejönnie ahhoz, hogy nagy kikötőbe, révbe érkezzünk. Szürnaturalizmus. A szürrealizmusnak egyik ága, az az ága, amely ág abból indul ki, hogy a valóság elemeit naturálisan, abszolút fotóhűséggel ábrázolom, és olyan helyzetbe hozom a naturális tárgyakat, alakokat, tájat, figurákat, olyan összeállításba, olyan szituációba emelem, amivel új értelmet kap, új értelem. Nem a realizmus világából datálódik, hanem egy átemelt, egy transzponált, egy másik világból, a freudi tudatalatti világából.